Szinte nem volt szabad hely, több mint 100 megyebeli gazda érdeklődésével tartották meg csütörtök este a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett agrárfórumot a napkori Kerekerdő turisztikai központban. A konferencián a következő évek támogatásairól és fejlesztési lehetőségeiről tájékoztatták a mezőgazdaságból élőket. Köztudottan itt nagyon nagy számban fordul elő, akik abból tartsák el a családjukat. Ezeknek szeretnénk mi olyan információt nyújtani, amivel közelebb kerülnek ahhoz a forrásokhoz, amit egy-egy gazdaságban elérhetnek. Látjuk, meg érezzük, a kormány komolyan figyeli ezt a itt tevékenykedőknek a működését, és jelentős nagy forrásokat fordít a vidékre, ami a jövőben kiemelkedő időszak elé néz. A mezőgazdaság versenyképességének fenntartása kiemelt stratégiai célja az államnak. Az ehhez szükséges fejlesztések megvalósításához a kormány jelentős többlettámogatást biztosít a gazdák számára, megháromszorozva a 2021 előtti időszak összegét. Azt gondolom, hogy szemmel látható jele ennek a célkitűzésnek az, hogy mintegy 80%-os nemzeti hozzájárulás biztosít Magyarország kormánya az uniós forrás mellé, ezzel megháromszorozva a korábbi időszak támogatási rendszere, áll rendelkezésre 1570 milliárdnyi forintnyi támogatási összeg csak ebben a két évben. 23-tól induló támogatási ciklushoz pedig még további 2850 milliárd forintnyi támogatás áll rendelkezésre. Ez az az összeg, mely fedezetet jelent minden ágazat számára a fejlődésre, a fejlesztésre és a fenntartható gazdálkodásra. A gazdák számára fontos év az idei, hiszen fel kell készülniük azokra a kihívásokra, amelyet a 2023-tól érvénybe lépő új uniós közös agrárpolitika támaszt. Fontos módosítás például, hogy a terület alapú támogatást a jövő évtől kezdődően már teljesítmény alapon kapják a mezőgazdasági vállalkozók. Ezeket a forrásokat nagyon okosan, nagyon jól kell, hogy felhasználjuk. És talán annyit el kell mondjak, hogy eddig, főleg az egyes pillérben, a terület alapú támogatások esetében a támogatás normatív alapon járt. Művelt területre normatív alapon. Most megváltozott a helyzet. Most nagyságrendileg szinte az üzem teljes területére jár, de nem normatív alapon, hanem teljesítmény alapján. Majd az elkövetkező időszakban, ha most ez a két éves átmeneti időszak lejár, most ugye még a régi támogatási szisztéma szerint, de az új büdzséből fizetjük a támogatásokat. De ha most ez a két év, ennek az évnek a végével, gyakorlatilag már az új rendszer kezd működni. Van igény a támogatásokra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint az elhangzott főképp a kertészeti ágazatban és az állattartásban dolgozó gazdák körében nagy az érdeklődés. Előbbinél üzemfelújításra, valamint gépek beszerzésére már több mint 10 milliárd forint értékben, utóbbinál 57 milliárd forint értékben érkezett be igénylés a fejlesztésekhez. A fórumon szó volt arról, hogy már tervezés alatt van a megyében egy komolyabb beruházás, ami javítja a felszíni vizek hasznosítását, a szaktárca pedig a szabolcsi alma piaci helyzetével is kiemelten foglalkozik.